Vajon hihetünk a szemünknek? Nem sokára kiderül. Rejtélyes igazságok. Műsorvezető Jonathan Frakes. Olyan világban élünk, ahol hihető és hihetetlen dolgok is történnek. Illúziók takarják el az igazságot, és a lehetséges magyarázatok lehetetlennek tűnnek. Ön képes eldönteni, mi igaz és mi nem? Mindenek előtt meg kell békélnie egy fontos ténnyel, néha az egyetlen magyarázat nem észszerű. Bemutatok egy gyakori optikai csalódást. Az angolul tudók látják I love Paris in the springtime. De a szemünk becsap minket. Olvassuk csak el szóról szóra. Van ott egy plusz szó. A saját látásunk tévesztett meg minket. Most olyan történeteket mutatunk, amik szintén könnyen megtéveszthetik az embert. Ugyanis egy részük nem igaz történet. Ebben a világban rejtélyesek az igazságok. Ez az a világ, ahol a szemünknek néha nem hihetünk. A kisfiúk gyakran álmodoznak arról, hogy tűzoltók lesznek. Érthető. Hiszen a tűzoltók a hősiességet jelképezik, kockáztatják a saját életüket, hogy megvédjék az embereket. És tűzoltókocsin is utazhatnak. Stevie Hanson gyakori vendég volt a helyi tűzoltóságon. Lemoshatta a kocsit, ellenőrizhette a felszerelést, lecsúszhatott a rúdon. Aztán egy nap főszereplővé vált. A 32-es tűzoltóság embereit nem zavarta a kis Stevie. Szinte kavalának számított. Ha velük volt, mindig szerencsét hozott. Az egyik tűzoltóval, Parkszal különösen jóban volt. Parks felesége meddő volt, Stevie-t sajátjukként szerették. Hey, hey, hey! Elég, Stevie, jó lesz, elég! Elég volt! Parks! Parks! Tudom, még új vagyok itt. Azonban a régi állomásomon sosem szirénáztunk a garázsban. Bocs, parancsnok. Parancsnok, ismeri Stevie Hansont? Ugyanis ma van a szülinapja. Betöltötte a tizet. Tényleg? Isten éltessen. Nagyjából 6 éves kora óta jár ide. Aha, tűzoltó lesz, mint Parks haverja is. Ez egy tűzoltóság. Nem egy játszótér. Világos? Világos. Világos. Azt hittem, kirúgnak miattad. Szívesen mennék egy kört ezzel a járgánnyal. De nem lehet. Egyszer elmehetnénk együtt. Hé, hallottad a parancsnokot? Még túl kicsi vagy ahhoz, hogy tűzoltó lehess. Te hány évesen lettél tűzoltó? 19. Én is majd akkor lépek be. Helyes. Minden jót, öcsi. Ja, kösz a szülinapi bulit. Jó van. Viszlát, haver! Én is olyan leszek, mint Parks bácsi. Tudod mit? Inkább sikád lesz, tess. Füst! Stevie. Egy ház lángokban áll a Hemingway-en. Emberek rekedtek be, sietnünk kell. Várj már, Stevie! Stevie, várj! Stevie! Mi történt? Mi volt ez a hangzavar? Tűzütött ki a Hemingway-en, parancsnok. Mi? Nem jött riasztás? Nem, uram. Stevie füstöt látott a házban. Stevie? Már megint az a kölyök? Parancsnok, ismerem őt. Nem hazudik. Ha szerinte tűz van, akkor tűz van. Higgyen. Rendben. Nézzen utána.
De a kisebb kocsit vigye! Remélem, hogy ez nem tréfa! Stevie, hogy kerülsz ide? Segítek! Figyelj, egy ember van a nappaliban, kettő a szemeleten és kettő a konyhában. Nem tudtam kihozni őket. Stevie 10 éves létére valódi profiként viselkedett. Ezúttal tényleg nem játszott. Tudta, hogy ez komoly. Központ itt a 32-es állomás 21-es egysége. A Hemingway 33-as lángokban áll. Erősítést kérek! Jól van, Stevie! Figyelj, haver! Segítened kell! Azt mondom most! Húzd le teljesen ezt a kart, rendben? Számíthatsz rám! Jól van, haver! Most, Stevie! Most! Megmentettél egy egész családot. Jó csapat vagyunk mi. Ahogy mondod, öcsi. Vérbeli tűzoltó vagy. Egy valódi hős. Hé, hey Parks, gyere ide gyorsan. Maradj, ezt látnod kell. Mindenki kijutott? Egy nem. Stevie az sajnos. Ugyan, hiszen ő... Füstmérgezésbe halt meg. Testen kívüli élmény. Amikor a kis Stevie visszajött az állomásra, már halott volt? Roger csak képzelte, hogy Stevie-vel beszél, mielőtt felfedezte a holttestét? Vagy Stevie-nek az volt a sorsa, hogy angyal legyen, és megmentse a bajban rekedt emberek életét? Vajon egy igaz történetet mondtunk el? Vagy egy hamisat? A válasz hamarosan kiderül. Jöjjön két szülő, egy új bébicsősz, egy félelmetes éjszaka és egy rejtélyes igazság. A kommunikáció fontos szerepet tölt be. Sok telefonszámunk van. Munkahely, csipogó, kocsitelefon, segélyhívó, szomszédok. De ez a biztonság csak látszólag tünteti el a félelmünket. Nem lehetünk mindig otthon. Joseph és Janet Drummer is ideges volt, mert egy új bébicsőszre bízták a gyermeküket. Szörnyen féltek. De az tény, hiába a modern kommunikáció, a biztonság nem az általunk felvett embertől függ, hanem a sorstól. Na mindenit! Jó sok cucc van nálad! Talán beköltözöl? Á, csak hétfőre be kell adnom egy dolgozatot. Ezért voltam otthon szombat este. Nagyon köszönjük, hogy most azonnal át tudtál jönni. Nincs mit. Már is itt. Gyere be! Kösz! Szívem, megjöttünk! Csak kijött hozzád, látod, egy aranyos... Gyere! Bemutatlak a babának. Ő fog vigyázni rád. Ó, szervusz, biztos te vagy Sara. Üdv, igen, én. Átjöttél. Igazán köszönöm. Nincs ezt mit. Átveszem. Köszönöm. Most először megyünk el itt forról. Annyira cuki kis baba. Egy kicsit begyulladt a füle, úgyhogy sírdogálhat, de minden itt van, ami kell. A mosdó az előszoba végén van. Értem. Hozom a kabátokat.
A számunkat megtalálod a hűtőn. Rendben. Van még valami? Van. Zárd be jól az ajtót, és ne nyisd ki senkinek. Ha csörög a telefon, azt se kell felvenned, kivéve, ha mi jelentkezünk a rögzítőn. Semmi gond. Ha Matthew ébren van, csak rá fogok figyelni. És ha alszik, akkor úgyis a gépemet nyüstölöm a dolgozat miatt, a hűtőt se posztom ki. Vigyázz magadra. Jó. Hívj, ha valami baj van. Természetesen. Pápa! Pápa! Nagyon látszik, hogy ideges vagyok, mi? De mindig azt mondom, hogy nem fogok idegeskedni. Figyelj, golfozni járok a lány apjával, rendes fickó. A lány pedig felelősség teljesnek tűnik. Tudom. Rendben, csak próbálj meg kikapcsolódni. Jól van. Jól van. Ide adnád a kabátomat. Aha. Sarah itt hagyta a gépét. Pedig azon akar dolgozni. Igen, rajta van a félig kész dolgozata. Gyorsan hívd fel. A rögzítő. Szia, Sarah, itt Mrs. Drummer. Vedd fel, Sarah. Sarah? Sarah, ott vagy? Sarah! Nem beszél föl. Segíthetek? Még visszajövünk. Kösz. Valami baj van. Úristen, mi történt? Nem tudom. Hívd ki a rendőröket. Semmi baj. Már elment, azonnal kivisznek innen. Egy másodperc. Nincs semmi baj. Mindenki jól van. Úristen! Semmi baj. Fókincsem! Semmi baj. Már elment. Hál az égnek, hogy jól vagy. Nyugodj meg. Semmi baj. Ő jól van? Nem is hallottam, amikor bejött. Semmi baj. Épp a dolgozatomat írtam, amikor rám támad. Bántott téged? Nem bántott. Úgy aggódtam a baba miatt. De a betörő békén hagyta. Értem. Még jó, hogy a gépedet a kocsiban hagytad. Miről beszél? A számítógéped a hátsó ülésen maradt. Janet fel is hívott, hogy nincs rá szüksége. És amikor nem vetted fel a telefont, visszajöttünk. De itt van a gépem. Dehogy? De ott van a betörő táskájában. Gyerünk, indulás! 26 cm jelentkez. Mi történt itt? Hogy láthatta mindkét szülő a számítógépet a hátsó ülésen, amikor a házban volt? Talán egy optikai csalódás volt, amit az árnyékok idéztek elő? Vagy lehet, hogy egy titokzatos figyelmeztetés volt a betöréssel kapcsolatban? De még az is elképzelhető, hogy a választ egy számítógép rejti. Az egyik írónké. A műsor végén kiderül. Most jöjjön egy titokzatos románc története. A modern Casanova számítógépben tárolja a hölgyek adatait. Elég név, szám és statisztika van benne, hogy egyszer se unatkozzunk életünk végéig. De semmit sem érnek az adatok, ha a kapcsolat nem kölcsönös bizalmon alapszik. A következő történet főhőse egy szép fiú már megtanulta ezt. Igen, különleges hétvége volt, Szili. Bocs, hogy tegnap nem mentem, de közben jött valami. A nénikém beteg lett. Majd máskor bepótoljuk, Szilvi, rendben? Szilvi, azt akartam mondani, hogy Szilvi, esküszöm, ne tedd le! Curtis sosem aggasztotta egy apró elszólás.
több száz száma és több száz nője volt. De nem sokára oda megy az ajtóhoz, és megismeri Florence Wheelert. Bár Curtis rengeteg nőt ismert, Florence Wheelert sosem felejti el. Ez az. Natalie Rose, jó lesz, remek. Szép jó napot. Önnek is. Tudom, hogy most költözött ide, és csak szeretném üdvözölni. A túloldalon lakom. A szomszédlány. Florence Wheeler. Örvendek Curtis. Várjunk csak, honnan tudja a nevemet? Elmondjam. Rajta volt a dobozokon. Nem akar bejönni? Megmutatom a házat. Jó lenne, de inkább máskor. Ideje mennem. Hé, bocsásson meg, hogy így lerohanom, de velem vacsorázol. Jó szakács vagyok. Akad néhány különlegesség a tarsajomban. Szóval tud főzni. Erre kíváncsi vagyok. Jöjjön át 7-kor. A szomszédlány. Ez a ház igazán megérte a pénzét. Szia, Szivi! Azon a vacsorán minden tökéletesnek tűnt. Curtisnek bevált módszere volt. Ennivaló, egy kis bor, és ezek után általában már sikerrel járt. De ezen az éjszakán volt egy különbség, és úgy hívták, hogy Florence Wheeler. Az biztos. Gyönyörűen kipofosztod ezt a házat. Igen, köszönöm. Amihez csak hozzáérek, arannyá válik. Csak nem akarsz már elmenni. De, már későre jár. Ugyan még korábban. Én egy ódivatú lány vagyok. Hadd kérdezzek valamit. Hogy egy ilyen jó, csinos, rendes lánynak, mint én nincs pasia. Miből gondolod, hogy nincs? Legalább haza kísérhetlek. Nagyon udvarias vagy, de csak az utca túloldalán lakom. Köszönöm ezt a szép estét. Szívesen. Részemről a szerencse. Jó ét. Curtis-t egy furcsa, számára eddig ismeretlen érzés kerítette hatalmába. Ez már nem csak flört volt, szerelem. Kettejük kapcsolata olyan volt, mint a romantikus filmek főhőseié, akiket a férfi sokszor kinevetett. De egyszer csak senki más nem akart a világon Florence-en kívül. És hosszú ideje először másra is gondolt saját magán kívül. Csak hogy, bár Florence tökéletesnek tűnt, valami mégsem stimmelt. Florence valamit eltitkolt. Az életem az elmúlt néhány hét alatt teljesen megváltozott. Még sosem voltam ilyen nyugodt. Ilyen őszinte egy nővel. Egy ilyen gyönyörű nővel. Téged nekem teremtettek. Csak azt szeretném mondani, hogy te vagy a legjobb dolog az életemben. Milyen romantikus. Áruld el, hogy egy magadfajta férfi nem nős? Mert rád vártam, Florence. De most, hogy megtaláltalak, sosem engedlek el. Nagyon óvatos vagyok. Volt egy vőlegényem, aki megcsalt. Sokáig tartott, amíg kihevertem. De készen állok, hogy megismerjem az igazi férfit. Az igazit? Igen. Aki hűséges. Akitől úgy érzem magam, mintha nem lenne más nő a világon. Illik rád ez a leírás, Curtis? Teljesen. Más nőt nem is ismerek. A következő este minden megváltozott. Curtis nem tudta, hogy Florence a hálószoba közelében ül, és tisztán hallotta minden egyes szavát. Ne gyere ide, ne, majd én oda megyek, jó?
Olyan lesz, mint a múltkor a kunyhóban, igen. Jó, rendben, akkor hol? Szuper. Már alig várom, hogy lássam a Ginny Puffitot. Rendben. Szeretlek. Várj, félreérted? Meg tudom magyarázni. Nem magyarázkodj. Ennyi volt, Curtis. Curtis bocsánatot akart kérni tőle. Oda ment a házhoz, ahol annyiszor látta. Zavarban volt, de tudta, hogy eljátszott a Florence bizalmát. Most már csak egy dolgot akart tőle, kegyelemért könyörögni. Elnézést! Igen? Florence Wheelert keresem. Ebben a házban nem lakik ilyen nő. Azt mondta, az utca túloldalán lakik. De nem itt. James tiszteletesé ez a ház már 25 éve. Az nem lehet. Curtis meglátta Florence-t, ahogy a templom felé szalad. De abban a pillanatban a lány köddé vált. Curtis teljesen megzavarodott. Még sosem járt a templomban, pedig az utca túloldalán volt. Egyszer csak rájött. Florence azt mondta, az utca túloldalán lakik. Atya úristen. Nos, a Safety Pro elveszíti a szerelmét, mert nem tudott hű maradni. Remélhetőleg a jövőben több tisztelettel bánik az emberekkel. Vajon ez a történet igaz? Florence egy szellem volt? Vagy húsvérnő sajátos bosszúállási módszerrel? De akkor mit keresett a neve azon a sírkő? Lehet, hogy az anyja vagy egy rokona volt? Vagy talán nincs magyarázat? Vajon igaz a hűtlen férfi története? Vagy becsapjuk őt? A válasz hamarosan kiderül. Következzen egy fiatalember története, akit egy váratlan felfedezés egy különös házba sodor. Mi az igazság? Ha elveszítjük a tárcánkat, azonnal a veszteségeken rágódunk. Nem csak pénzt veszítünk el, az engedélyt is a vezetésre, az utazásra, a vásárlásra, de kórházba se vihetnek minket. Mi a kötelességünk, ha találunk egy tárcát? Meddig mennénk el, hogy visszajuttassuk tulajdonosának? Jason egy fiatal és kevésbé anyagias férfi volt. Nevelő szülőknél nőtt fel, próbált bejutni az egyetemre. Egy nap rábukkant egy elhagyott tárcára. Döntést hozott, és ezután nem csak a napja változott meg, hanem a hátralévő élete is. Ah, szép dobás volt, haver! Jason árvaként nőtt fel, nem ismerte a gazdagságot. A nevelő szülei nem tudták fizetni az egyetemet, ezért a sport ösztöndíjban reménykedett. Minden áldott nap edzeni, gyakorolni járt. De aznap történt valami. Na még egyszer. Jól van. Jó? Te tisztára megszállott vagy. Miről beszélsz? Ezt hívják edzésnek. De fáradt vagyok és éhes, érted? Fiú, le vagyok égve és kell az ösztöndíj. Szólj a gyomrodnak, hogy várjon. Rendben? Na, jöhet a passz. Szaladj! Szaladj! Dobd! Dobd! Jól vagy? Aha, kutya bajom. Jó volt, haver. Hé, hey, mi ez? Hitelkártya, hitelkártya, jogosítvány. Harry Neiman. Hancock Park, azok közelben van. Hülye vagy? Nincs benne pénz, azt hiszi, hogy elloptad. Akkor jössz vagy nem? Dehogy megyek. Vajon akad még tárca itt? Hm?
Jason már sokszor járt ezen az utcán, de most valami más volt. Szörnyen rossz előérzete támadt. Itt nem hozzá hasonló emberek éltek. Gazdagok voltak, családosak. Tudták, hogy mit hoz a holnap. Valami mégis odavonzotta Jasont ahhoz a házhoz, a saját akarata ellenére. Nem tudta, mire számítson, de amire az ajtó mögött lelt, az meglepte. Tessék. Mr. Niement keresem. Mr. Niement? Aha, megtaláltam a tárcáját. Kérem, fáradjon beljebb. Erre. Jó. Egy kis türelmet. Szólok Mr. Arnoldnak. Elnézést, én Mr. Niementhez jöttem. Ki az az Arnold? A ház meglepően dohos és poros volt. A bútorok ugyan drágák voltak, de nagyon úgy tűnt, hogy már évek óta elhanyagolják őket. Milyen tárcáról van szó? Ki maga? Preston Arnold, Mr. Niemen ügyvédje. Megtaláltam Mr. Niemen tárcáját, és vissza akartam adni. Jason kezdte úgy érezni, hogy nagy hibát követett el. Nem akart mást, csak visszaadni a tárcát. Úgy érezte, kinyitott egy ajtót, amelynek zárva kellett volna maradnia. De a csavar csak most jött. Ez szerintem új, és maga szerint? Persze, azt hiszem, olyasmi. Biztosan az. A kártyák már lejártak. Mindegyik. Nem kutakodtam benne, csak fogtam a tárcát, és vissza akartam hozni. Jót tett helyébe, jót várja. Ez meg mi volt? Egy vicc. Most már jobb lesz, hogyha megyek. Szeretném, ha itt maradna segíteni. Nem tudom, mi mást mondhatnék. Elárulná, hol találta a tárcát? Itt a szomszédos parkban. És mit csináltott? Jöttem haza a suliból, és kiugrottam egy kicsit edzeni. Nem mindegy, mit számít? Kik az ősei? Az őseim? Minek hisz engem? Hogy hívják a szüleit? Mi értelme van ennek? Ki küldte ide magát? Ki küldött ide? Nézzék, semmit sem akarok cserébe. Megtaláltam a tárcát és visszahoztam, mert így helyes. Na, én lelépek. Foglaljon helyet, uram. Várjon! Még nem fejeztem be! Mr. Niemen 2 évvel ezelőtt meghalt! Mit gondol? Engem kérdez, uram. Ön már akkor itt volt, amikor Henry testvére még élt. És ez a fiú a kiköpött mása. A modoruk is megegyezik. Amit nem neveznék hátránynak. Vajon megtudhatjuk a címét? Természetesen, a kabát színe alapján a helyi középiskolába jár. Akkor nincs probléma. Gondolja, hogy rábukkantunk egy élő rokonra? Nem tűnik melléfogásnak. Ezek szerint örökli majd Henry 40 milliós vagyonát. Tényleg nem tűnik melléfogásnak. A hasonlóság valóban tagadhatatlan volt. Jason volt az örökös. Egy szegény árva fiú óriási vagyont örökölt egy rokontól, akit soha nem ismert. Miként játszhattak össze a körülmények úgy, hogy Jason pont akkor bukkant rá a tárcára, azon a helyen? Mr. Niemen a halála előtti években el sem hagyta a házat. A tárcára mégis a szabadban leltek rá. Talán egy észrevétlen tolvaj besurrant a házba, elemelte a tárcát, majd kint eldobta, vagy valójában a sors tette oda, hogy Jason megtalálja. Az igazságot kutatjuk pedig, lehet, hogy a tárca üres.
A válasz hamarosan kiderül. Most egy kisgyereket megmar egy halálos mérgű kígyó. Vajon túléli? Íme a természet egyik legrettegettebb és leggyűlöltebb lénye. Ezt a csúszómászót az édenkert óta mindenki megveti. De azt ismerjük el, hogy ritkán hatolnak be a világunkba, ellenben mi gyakran hatolunk be az övékbe. Ha mi vagyunk a behatolók, miért lepne meg minket, ha meglátunk egy kígyót? Egy család a tónál. Szeretnének eltölteni néhány napot a szabadban. Sajnos azonban valami mással kell szembenézniük. A tó rejtélyes legendájával. Szerintem az nem illik bele. Lehet, hogy meg kéne fordítanunk. Mindegyik másmilyen alakú, úgyhogy hiába próbálkozol, egyik se illik bele. Szerinted? Szerintem az lenne a legjobb, ha az egészet egymás mellé hánynánk. Biztos vagy benne? Biztos vagy? Elég. Segítsetek már. Jól van, ott vagyunk, ahol elkezdtük. Hol van a használati utasítás? Abban mi a jó? Édesem, keresd meg azt a papírt a táskába. Jó. Ez nem megy. Ez a kép nem is hasonlít a mi sátrunkra. Na látod. Akkor sem szabad feladnunk a küzdelmet. Szerintem ez nem is a sátoré. Jól van, akkor kezdjük előről. Hozok pár kukacot. Tényleg, a kukacfogáshoz is kell csalit használni? A kukac a csali. Ó, értem. Fúj. Ne menj túl messzire, mindjárt ebédelünk. Majd megsütöd a halat, amit apával fogtunk. Igen! Optimista. Mint az apja. Készen van. Nagyon szép, drágám. Éhes vagyok. Hát a levegő miatt. A sok munka meghozza az étvágyat. Hagyd abba, nem tudok rágni. Mindjárt uzsonna idő van. Hol lehet rendi? Olyan nehéz kukacot fogni. Nem, ha elolvastuk előtte a használati utasítást. Most komolyan, kezdek aggódni. Randy! Randy! Nincs semmi baja. Megkeresem. Veled megyek. Nem lesz semmi baj.
Maradj nyugodt. Mutasd csak. Hú, csúnyán elkapott. Nem érzem a karomat! Figyelj, ne mozogj! A méreg megbénítja az izmokat. Még ne mozogj. Különben a méreg elterjed. Meg fogok halni. Dehogy is. Segítek. Miért nem hal minket? Nem lesz semmi baj. Nem lesz semmi baj. Ne izgulj. Cseppet se aggódj. Orvos vagyok. Na, most vegyél egy mély levegőt. Rendben. Így jó. Jó. Sosem találjuk meg az erdőben. Hívjunk segítséget. A mobilom a sátornál. Vedd le a kendődet. Segítsen. Nem tudom mozgatni a karomat. De te igen. Kötözd a kendőt a csuklódra. Ügyes vagy. Jó szorosan. Most hogy vagy? Kicsit szédülök. Nem hagyhatjuk abba, világos? Találsz mögöttem egy első segélydobozt. Vedd elő a sárga pumpát. Most az kell. Igen, ez az. Ülj le! És most tedd rá a tapadókorongot a marásra. Húzd ki a szárát. Jó. Most told vissza, kicsit megnyomja a bőrödet, de nem fog fájni, megígérem. Húzd fel! Így? Igen, használd a szádat. Ez az. Ügyes vagy. Ügyes vagy, így tovább. Adtam neki ellenszert. Úgy látom, nem lépett fel semmilyen allergiás reakció. Katona dolog, Randy. Elismerésem. Kisfiú létedre értesz az első segélyhez. De nem én voltam, hanem az orvos. Nála volt a pumpa. Milyen orvos? Tolószékes volt? Ja, aha. Milyen orvos? Élt itt egy fickó, John Bird. Nagyon okos volt. Egy elit orvosi egyetemen diplomázott. Az volt az álma, hogy a szülővárosában praktizál majd. Mi lett vele? Sajnos úton hazafelé balesetet szenvedett. Nyaktól lefelé megbénult. Akkor ezért volt tolószékben? Megkapta az engedélyt, de végül sosem praktizálhatott. Élete végéig béna maradt. Mit mondott? Dr. Bird 10 éve meghalt. Vajon van erre logikus magyarázat? Talán Randy a marás hatására halucinálni kezdett, és emiatt látta a tolószékes férfit? Ha igen, miként volt képes megmenteni a saját életét? És honnan tudta a legendás orvos személy leírását ilyen pontosan? Talán az orvos megrendezte a saját halálát évekkel korábban, és most már remeteként él a tónál, valamint megérzi, ha a közelben valaki segítségre szorul? Vajon a titokzatos erdei szellem által megmentett fiú történetében van igazság? Vagy az egész ámítás?
Nem sokára minden történettel kapcsolatban leleplezzük az igazságot. Kiderül, melyik volt igaz, és melyik volt egyszerűen kitaláció. Eljött a műsor vége. Ideje megtudni, milyen volt az ön ítélő képessége. Vajon a fiú, aki tűzoltó akart lenni, és ebbe belehalt, valós személy volt? Ügyes voltál. Megmentettél egy egész családot. Jó csapat vagyunk mi. Ahogy mondod, öcsi. Vérbeli tűzoltó vagy. Egy valódi hős. Hé, hey Parks, gyere ide gyorsan. Ezt láttad kell. Maradj itt. Ha úgy gondolta, hogy a fiú története csak egy mese, tévedett. Ez tényleg megtörtént. Mi van azzal a házaspárral, akik épp időben érkeztek haza, mert láttak egy számítógépet a hátsó ülésen? Ez igaz? Még jó, hogy a gépetet a kocsiban hagytad. Miről beszél? A számítógéped a hátsó ülésen maradt. Janet fel is hívott, hogy nincs rá szükség. És amikor nem vetted fel a telefont, visszajöttünk. De itt van a gépem. Dehogy? De ott van a betörő táskájában. Ez egy teljesen hihető történetnek hangzik, nem? Nem. Merő kitaláció. És mi a helyzet a szomszédlánnyal? A rejtélyes nővel, aki visszajött a sírból. Nézzük csak meg! Elnézést! Igen? Florence Wheelert keresem. Ebben a házban nem lakik ilyen nő. Azt mondta, az utca túloldalán lakik. De nem itt. James tiszteletesé ez a ház már 25 éve. Az nem lehet. Florence! Várj! A szerelmesek története valós eseményt vett alapul? Nem talált. Elmeszülemény. Lássuk a fiatalember, az elveszett pénztárca és az örökség történetét. Hé, hey, mi ez? Minek hisz engem? Hogy hívják a szüleit? Mi értelme van ennek? Ki küldte ide magát? Ki küldött ide? Nézze, semmit sem akarok cserébe. Megtaláltam a tárcát és visszahoztam, mert így helyes. Na, lelépek. Foglaljon helyet, uram. Vajon a váratlan örökség története igaz volt? Igazabb nem is lehetne. Az utolsó a rejtélyes orvos volt, aki megmentett egy kisfiút. Randy! 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 Nem lesz semmi baj. Maradj nyugodt. Vajon az életmentő erdei szellem történetének valós alapja van? Bizony az. Nos, ma hogy teljesített? Tudta, hogy melyik történet igaz és melyik nem? Mint tudjuk, hogy az igazságot néha rejtélyek övezik. Azzal pedig meg kell békélnünk, hogy bizonyos dolgok felülmúlják a képzeletet is. A viszontlátásra. Ne hagyja ki a következő részt sem, mert leleplezünk újabb rejtélyes igazságokat.